emlékeztek talán arra, amikor szembe jöttünk egymással, és mind a ketten váltottunk irányt, akkor is mutogatnunk kellett, el kellett valahogy döntenünk, hogy ki az első. Ebben a szombathelyi autós iskolában jelenleg 18-an tanulnak, éves szinten pedig mintegy 500 diákot oktatnak a KRESZ megfelelő alkalmazására. 2016. január 1-től mozgóképes kérdésekkel bővült az elméleti KRESZ vizsga. Ezekkel a feladatokkal könnyebben elsajátíthatják a tanulók a közutakon tanúsítandó helyes magatartást. A jelentősége az valóban megnyilatkozik abban, hogy a tanulók életszagukban látják a feladatokat, de szerintem ezek a képességek nyilván később fognak kialakulni. Most ebben a pillanatban azt kellene akkor tudnunk, hogy vajon mik azok a feladatok, amiket a tanulónak meg kell oldani, vagy pedig az összes közlekedési szituációkra fel kell készíteni. A Nemzeti Közlekedési Hatóság adatai szerint 2015-ben 11 ezerrel többen tették le a KRESZ vizsgát a különböző kategóriákban, mint az azt megelőző években. Ez azt jelenti, hogy 3 milliárd forinttal több folyt be a vizsgadíjakból. Szerintem azért minden visszavezethető erre a talán egy kicsit anyagilag is megerősödtünk, ahogy hallom én legalábbis, hogy azért több tartaléka van az embereknek. A motorosoknál egyértelmű, hogy egy kis nosztalgia van benne, ugye most abba a korba léptek a régi fiatalok, hogy már megengedhetnek maguknak egy motort, és ezt érezzük a tanfolyamokon is, hogy inkább a középkorúak jönnek motorozni. A gazdasági válságból való kilábalás bizonyíték a többek között az is, annak ellenére növekedett a KRESZ vizsgát letevők száma, hogy egy B-kategóriás jogosítvány megszerzése akár a 200 000 forintot is meghaladhatja.